nyilván. Ünnepélyesen átadták a Magyar Művészetért díjrendszerbe tartozó felvidéki Ex Libris díjakat Nagymegyeren. A díjat 2009-ben Gubcsi Lajos, a Magyar Művészetért Alapítvány kuratóriumának elnöke alapította, azzal a céllal, hogy elismerésben részesítsenek olyan személyeket és intézményeket, akik tetteikkel sokat tesznek a magyarság megmaradásáért, ápolják a magyar kultúrát, művészetet és nevelik az új nemzedéket. Idén 15 rangos elismerést adtak át. Egy közösség akkor erős, ha nagyon sok ember a napi munkájában, illetőleg azon felül is hozzájárul ahhoz, hogy azokat az értékeket, amelyek számunkra fontosak, ez pedig a nyelv, kultúra, az iskola, meg tudjuk tartani. És akkor is erős egy közösség, hogyha ezt számon tudja tartani, és oda tud rá figyelni. Megpróbáljuk azokat az embereket, akik motorjai a kisebbségi létünknek, kultúránknak valamilyen módon megtisztelni és kiemelni őket. A díjazottak egyike a Korzár együttes volt. A 30 éve aktív verséneklő együttes koncertjein családias légkör uralkodik, amelyhez az Alapot költészetünk neves képviselőinek megzenésített versei szolgáltatják. Az elismerés újabb lendületet adhat a Korzárnak. A díjat azért adják, mert olyan tevékenységet folytat az ember, amely kezdetben ugye csak a szűkebb közösségnek, később aztán esetleg nagyobb közönségnek tetszik, és igazán megtisztelő az, amikor ez össznemzeti megtiszteltetésé válik, és azért felelősség, mert ezután is a dolgot tenni kell, folytatni kell. Ex Libris díjat vehettek át Vermes István Koppány és Vermes Balázs lovasi íjászok. Balázs gyerekkorában került kapcsolatba a lovasi íjászattal, amiben művészetet lát. Mára olyan magas fokon végzi, hogy a világranglista legjobb 5 lovasi íjásza között szerepel. Édesapám munkássága mindig is motivált, de én régebben nem gondoltam, hogy én lovasi íjász lennék. Most azt látom, hogy a lovasi íjászat szellemisége egy abszolút olyan táptalaj a mai világban, amiből mag tud szökkenni, és egy olyan szellem, egy olyan lélek tud fejlődni, amit igazán értékekkel lehet felruházni. Gál Tamás színművész munkásságát a napokban Jászai Mari díjjal tüntették ki. Az elismeréseinek sora az Ex Libris díjjal is bővült. A színművész a Kőszínház biztonságát adta fel, amikor feleségével megalapította a Csavar Színházat. A társulat azóta járja a Kárpát-medencét a legkisebb falutól a legnagyobb városig, hogy népszerűsítse az irodalmat és a színjátszást. A mi művészetünk az a pillanat művészete, és ami tegnap nagyon jó volt, az másnap már nem biztos, hogy annyira jó, ha nem figyel oda rá egy ember. Nekünk minden nap újra kell építenünk önmagunkat, minden egyes nap, és sosem hihetjük el azt, hogy már megelégedetten hátradőlünk, és azt mondjuk, hogy hú, nagyon jó művészek vagyunk, most már nem kell csinálni semmit, sőt, egyre többet kell dolgozni az embernek magán, minél öregebb. Ex Libris díjban részesült továbbá Bandor Éva színművész, Bogár Péter és Bogár Valéria íjászok, Dráfi Mátyás színművész, Duba Gyula író, Rostás László nagymegyeri társulási elnök, a Szőttes Kamara Néptánc Együttes, a Varjós Zenekar, a Prágai Ady Endre Diákkör, az Érsekújvári Cucor Gergely Alapiskola, valamint a Martosi Szabad Egyetem.